mint külügyi igazgatónak, akinek az intézmény külügyi kapcsolatai fejlesztéséért, illetve pályázatok írásáért és levezetéséért felelős, nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen rangos vetélkedőnek adhatunk otthon. Mivel intézményünk célja, hogy folyamatosan erősítse nemzetközi kapcsolatait, új kapcsolatokat építsen ki és fejleszen, rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a felnövekvő generáció is járatos legyen a nemzetközi kapcsolatokban, minél több ismeretet szerezzen az Európai Unióról, annak működéséről, a nemzetközi ifjúsági szervezetek felépítéséről, illetve azok tevékenységéről. Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban, ez annak a vetélkedőnek a címe, amit még 2007. szeptemberében indított el a politológia tanszék, most pedig 2008. januárjában itt állunk, és azt látjuk, hogy az ország minden részéről érkeztek csapatok, 10 olyan középiskolai csapat van, akik bejutottak a döntőbe, és egészen komoly tudásról adnak most számot, és mutatják meg azt, hogy a fiatalok mennyire otthon vannak a nemzetközi kapcsolatokban, mennyire elégedett az itt látottakkal. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot, mert valóban az előző két forduló alapján nyugodtan mondhatom, hogy ténylegesen a legjobb csapatok kerültek kiválasztásra. Az írásbeli fordulóval föl tudtuk mérni ezeknek a csapatoknak a tudásbeli felkészültségét. A nyílt napot pedig elsősorban arra használtuk, hogy megnézzük azt, hogy mennyire kreatívak, mennyire tudják az adott, a választott nemzetközi szervezetet közelhozni a saját diáktársaikhoz, esetleg mennyire tudnak kívül menni az iskola falán. Kívül. Tehát azokat a csapatokat választottuk ki a pontszámaik alapján, amelyek az írásbeli forduló és a második, a nyílt napos forduló alapján a legjobban teljesítettek. Itt a kezdeti megilletődéstől eltekintve nyilván valamennyi csapat nagyon izgul azért, hogy megállja a helyét, és hát azért a tétje is nagy ennek a versenynek, hiszen az első három csapat Brüsszelbe kap egy tanulmányutat. Az Eszterházy Károly Főiskola számára ez emelős ugye bekap egy tanulmányutat. Az Eszterházy Károly Főiskola számára ez emelős ugye a nemzetközi tanulmányok szakamihez köthető ez a verseny és a politológia tanszék. Intézményi szinten mit jelent ez a verseny? Az, hogy Egerbe tényleg most Kőszegről, Ózról, Putnokról és Budapestről két csapattal is érkeztek versenyzők. Ez egy nagyon rangos verseny az Eszterházy Károly Főiskola történetében. Nyilván más tanszékekről, más karokról is különböző versenyeken mérik a középiskolás fiataloknak a teljesítményét. Mi ezzel szerettük volna elérni, hogy itt az Európai Unióban, a Egerben, a nemzetközi tanulmányok szakkeretében adjunk egy olyan keretet, egy olyan terepet a fiataloknak, ahol ténylegesen használható ismereteket szereznek, és a későbbiekben ezeket az ismereteket a saját jólétük, a saját boldogulásuk érdekében föl tudják használni. A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület a helyi vízállás csoport, amelynek 55 hivatalos tagja van, de ezen kívül lényegesen többen tevékenykednek az Egyesület működésében. Tagjai aktív szerepet vállalnak a partnervárosok és testvérvárosok együttműködésében, illetve a város külkapcsolatainak alakításában. Az Egyesület több taggal működik, és több tagozata, a középiskolásokból, főiskolásokból és dolgozó fiatalokból álló ifjúsági tagozat rendkívül aktív szerepet vállal az Egyesület működésében, és folyamatosan újabb és újabb ötletekkel állnak elő. A fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban ifjúsági vetélkedő döntőjének zsűri elnökeként hogy látja, mennyire felkészültek ezek a fiatalok, mennyire szerepelnek jól a csapatok? Hát ennek a nagyszerű kezdeményezésnek azt gondolom az egyik célja az volt, hogy olyan területen, ami nem része az alaptantervnek, vagy csak kis részben, növelje a népszerűségét ennek a területnek, és biztassa a fiatalokat rá, hogy több ismeretet szerezzenek róla, és azt jól hasznosítsák. Ennek a célnak azt gondolom, hogy maximálisan eleget tett a vetélkedő, hiszen felkészültek belőle, prezentációkat tartottak, azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalon, és olyan ismereteket szereztek meg, amit jól tudnak a jövőben is hasznosítani. Nemzetközi kapcsolatok, uniós kapcsolatok, szakemberekre szükség lesz az országban, és ez jó előkészítő számukra, különösen, hogyha ilyen pályát választanak, hogy ott sikeresen szerepeljenek. Tisztelt külgyártársaim és szakértők!
A NATO egyértelműen Koszovó függetlenedése mellett áll. Az államot, mely szerint Szerbia déli tartománya maradjon a térség, tarthatatlan, hiszen az ott élő lakosság 95%-a albán. A NATO egyetért Márti Ahtisaari finn diplomata tervével, melynek 11. függeléke is kimondja, hogy a NATO, illetve az Unió felügyelete alatt maradjon továbbra is Koszovó, és ez hivatott elősegíteni a későbbi teljes függetlenedést. Tisztelt elnök asszony, tisztelt együttek! Először is leszeretném szögezni, hogy az Orosz Föderáció számára a koszovói függetlenség elfogadhatatlan, de a széles körülött autonómiát mi is támogatjuk. Hogy érzitek magatokat a versenyen? Nagyon jól érezzük magunkat, és tényleg tetszenek, hogy ilyen változatosak a feladatok, és tényleg szórakoztatóak. Jól érezzük magunkat. Hogyan készültetek? Hát nulladik órákat használtuk fel, illetve a délutánjainkat a felkészülés során. És miért fontos az, hogy valóban tényleg nulladik órába is, illetve szabadidőből erre áldozzatok? Hát mert fontosnak találjuk ezt a nemzeti kapcsolatokat, és a fiatalok is egyre többet szeretnének szerintem, hogy hát legalábbis mi ebbe a programokban részt venni. Hogyan tetszenek ezek a feladatok, hiszen most már az utolsó feladathoz érkeztünk a mai nap. Én személy szerint nagyon élvezem a feladatokat, szerintem nagyon izgalmasak, főleg a vita tetszett a legjobban. Tetszik, hogy a ilyenkorú diákoknak is megvan a véleménye, megtanulták és tényleg tudják képviselni ezeket az álláspontokat. Miért fontos számodra az, hogy valóban ilyen helyen megmérettesd magad és ilyen jellegű feladatokban szerepelj? Egyrészt tehát, hogy saját magamat kipróbáljam, hogy hogyan tudok egy ilyen helyen megállni, és másrészt, hogy tehát nagyon sokat tanulhatok a világról, a világ dolgairól, a mindennapi életről, és ez azt hiszem minden ember számára fontos. Az eredményeket még nem tudjuk, de milyen érzéssel távoztok innen a mai nap? Mindenképpen jó érzésekkel, én úgy érzem, sokat tanultam ezen a versenyen, és nyertesnek érzem magam.